Köszöntöm Önöket! Mai vendégünk Posztusné Gyarmati Éva, a Györf István Tagiskola média referense. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit és munkatársait. Közeleg a 2013. évi Györfi Napok rendezvénysorozat, hamar elröppent a tavalyi esztendő. Igen. Mikor lesz pontosan ez a rendezvény? Ez jövő héten 11-én indul a Györfi Napok rendezvényei. Hogyan indult ez a hagyomány útjának? Ennek a hagyománynak a megteremtője volt igazgatónk, Pánti Ildikó igazgatóasszony volt. Ugye Györf István a tagiskolának a neve, és a Györf István születésének környékén rendeztük. Eleinte 2 hét, aztán 1 hétre szűkült, már nagyon sűrű így a program, és van 1-2 program, ami márciusra tevődik át. Mi a célja ennek a rendezvénysorozatnak akkor, amikor kitalálták, akkor mi indította ezt útjának? Én úgy gondolom, hogy akkor is és most is az a célja, hogy egy az, hogy a gyerekeink Györf Istvánról többet tudjanak, mint névadóról, másodszor pedig, hogy a városiskolái számára nyitottá váljon az iskola, és jobban megismerjék, és minél több gyereket vonzon, ami a mai időben azt gondolom, hogy nagyon fontos. Menjünk végig az idei év programjain. Mi van a kínálaton? Szinte minden napra van kínálat. Február 11-én hétfőn reggel 8 órakor lesz a megnyitó, ez iskola rádión keresztül, és ez idő alatt, vagy a megnyitó után a lent koszorúzás lesz az aulába, a Györfi szobornál. Délután pedig 14:30-tól a helytörténeti pályázatok értékelésére kerül sor. Ez ugye, ez is már nagyon régi hagyomány iskolánkban. Elmondanám, hogy milyen témákban írtak most a gyerekek. 2 téma volt, az egyik az állattartás kultúrája régen és ma Karcagon és környékén. Erre 14 pályázat érkezett a városiskoláiból. A másik pedig természeti értékeink Karcagon és környékén, erre 10 pályázat. Szeretném elsorolni és megköszönni azoknak az iskoláknak, akik pályáztak, a Nagykun Református Általános Iskola, a Kiskulcsosi és a Györfi Tagiskola, akik pályázatot nyújtottak be. Ennek az értékelésére kerül sor hétfőn 14:30-tól a József Attila úti iskola egységben. És annyit szeretnék elmondani, hogy Kasuba Jánosné, Veronika és Ruzicska Ferenc, akik vállalták a elbírálását, ezúton is köszönjük nekik. Azt esetleg lehet-e tudni, hogy most az idén miért ezeket a témákat választották? Van ennek valami apropója? Nem, úgy gondolom, hogy nem könnyű már, én most a témaválasztásban nem voltam benne, de nagyon-nagyon össze kell dugni a fejüket a történelemszakos meg magyarszakos kollégáknak ahhoz, hogy újat tudjunk nyújtani, és ez egy kicsit talán már túllép az eddigieken. Mert így is voltak már ugye sok ideje hasonló témakörök, és ez talán még nem került napirendre. Menjünk tovább, mi van? Igen, kedden, február 12-én délelőtt, de hozzátenném, hogy kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt az alsó tagozat nyílt órákat tart a szülők számára. Azt hiszem, ez is egyértelmű, hogy az iskola és az ott folyó munka megismertetése a cél. Mennyire szokott ez népszerű lenni, ez a nyílt óra, nyílt foglalkozás? Én úgy gondolom, hogy népszerű. Jó, hogy 3 nap van, mert azért így megoszlik, mert vannak osztályok, ahol nagyon sok szülő volt egyszer, így azért talán mondjuk munkaidőben van, de egy-egy délelőttből tud annyi időt szakítani, hogy megnézze a gyerekét, vagy megnézze az ott folyó munkát. Azt lehet-e tudni, hogy milyen tantárgyakat, milyen órákat látogathatnak majd? Én szerintem nincs megkötése, vagy legalábbis ez nem tudok róla, ez nem az én osztalom az alsóba, de lehetőség van, én úgy gondolom, hogy minden osztályba bemenni. Csak szülők szoktak esetleg menni, vagy gyerkőcöket is visznek? Hát én azt hiszem, hogy csak szülők, és őket várjuk elsősorban. A gyerkőcöknek van az iskola felkészítő elsőbe, úgyhogy ők abba látnak bele abba a munkába. És akkor folytatnám azzal, ez van a keddi napon, szerdai napon is, tehát nyílt órák, délután pedig szintén már hagyományosan az alsó tagozat fő programja a Györfi héten, a városi olvasóverseny, amiről annyit kell tudni, hogy 2., 3. és 4. évfolyamosok számára rendezzük, és minden évfolyamról 2-2 főt lehet nevezni. A nevezési határidő pénteken jár le, de tavaly 29 fő volt, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy most is, ha nem is teljes létszámmal, de általában minden iskola nevezni szokott. A verseny 2 részből áll, egy szövegértésből, ami ma ugye nagyon problémás, és szükség van rá, a 2. fele pedig a hangos olvasásból, és a 2-nek a pontszámából kerül ki a győztes, illetve a helyezettek.
hogyan látja, mint magyar szakos tanár az elmúlt évek tapasztalataiból, a gyerekek jobban olvasnak, vagy esetleg rosszabbul, mint régen? Ha esetleg rosszabbul, akkor ennek mi lehet az oka? Hú, hát ezek nehéz fogós kérdések, megmondom őszintén, ez változó. Tehát vannak nagyon jól olvasó gyerekek, de vannak sok hibával. Igen, a felmérés mutatja, hogy elég sok a probléma az olvasás körül. Ez az országos mérés, talán az a baj, hogy kevésbé olvasnak. Kevésbé olvasnak, ugye már itt a számítógép, az internet elvonza a gyerekeket, más világba élünk, de azért az iskolában mi próbáljuk ezt pótolni. Milyen azoknak, akik most adjunk egy kis tanácsot szülőknek, akik mondjuk szeretnék, látják mondjuk azt, hogy a gyermeküknek esetleg van egy kicsi olvasási problémája, és arra szeretné sarkalni, hogy minél többet olvasson a gyermek, akkor milyen irodalmat ajánl nekik? Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban kicsiknél olyan kötelező olvasmányok vannak, vagy ajánlott, amiből célszerű olvasni, és ha kell, akkor az anyuka is segítsen. Én azt hiszem, ez jön be leginkább, hogy egy-egy kis részletet olvas, hogy a gyerek ismerkedjen vele, de olvasási nehézsége van, akkor talán először a magyar tanárral, vagy szakemberrel kellene beszélni. Ha csak egyszerűen nem szeret olvasni, akkor meg kell próbálni hozzá közel álló művekkel. Annyi olyan mű van már, ugye nem ezek a hagyományos művek, hogy a Harry Pottert és egyebeket említsek, nem szabad ezeket kizárni. Amit a gyerek szívesen olvas, azt kell megpróbálni megismertetni vele. Tehát akkor nem elég, hogyha mondjuk, mert azt mondják, mindegy, ha újságot olvas, képregényt. Igazából mindegy, tehát képregényt is lehet, de hogyha már a szépirodalom fele próbáljuk terelgetni, akkor amiket ismer, amiről hall, a barátok olvasnak, én azt hiszem, hogy az a legdominánsabb. Mi van még a kínálatban? Igen, csütörtökre térjünk át február 14-én, tehát folytatódnak az alsóba, a Kossuth téri iskolaegységben a nyílt órák, délután pedig 2 órától az English is Fun kistérségi angol verseny, ez szintén az egyik fő programjaink közé tartozik, és egy idő után eleinte városi verseny volt, egy idő után ez kitágult kistérségivé, hiszen Törökszent Miklós és Tiszafüred is küld tanulókat, azon kívül, hogy a város iskoláiból megtisztelnek bennünket részvételükkel. Népszerű ez a verseny, talán azért is, mert egyre kevesebb megmérettési lehetőség van, és érdekessége a dolognak, hogy Molnár Sándorné tanárnő volt ennek a megalkotója évekkel ezelőtt, a megálmodója, és a főszervezője, Judit nyugdíjba ment, és most visszajön, és ő készíti el a feladatlapokat, ugye már mind külsős, nem itt dolgozó, és szeretném azt is elmondani, hogy most is 50 főre számítunk. Tehát igazán nagy volumenű versenyről van szó. Régen, még az én időmben híres volt a Györfi arról, hogy nagyon jól felkészítették angolból a gyerekeket, úgy jöttek középiskolába. Most hol tart ez az oktatás? Még mindig ennyire erőse ez a tagiskola az angol területén? Hát én bízok benne, hogy így van. A verseny eredmények is mutatják, ugye mindig kívülálló készíti a feladatlapot, a mi gyerekeink sem ismerik. Eddig ugye a középiskolák készítették, és mindig az elsők közt ott voltak a győrfisek, illetve most is nyelvvizsgások vannak, úgyhogy én bízom benne, hogy ugyanolyan intenzitással, aki tanulni szeretne, az nagyon jó alapokkal megy a középiskolába, hiszen ez is a célunk. És akkor, tehát ez lesz csütörtökön, és pénteken lesz a Györfi Néptánc Gála, ennek is már hagyománya van, annyit változott, hogy tavaly és ebben az évben már péntek délután rendezők, nem szombaton, és 4 órától az alsó tagozat, és 17:30-tól a felső tagozat táncosait lehet megtekinteni. Bízunk benne, hogy ennek is olyan sikere lesz. Hát egy pici akadály az, hogy most már a létszám nagyon korlátozott, és ugye itt a szülőknek előre kell jelezni, aki jegyet szeretne venni erre, és szeretné megnézni a család apró lábait, hogy hogyan táncolnak. A Györfi tagiskolában mennyire kedvelt a gyermekek körében a néptánc? A Györfi tagiskolában nagyon kedvelt. Ugye beépítettünk 1 órát a testnevelési órák keretébe. Tehát magyarul minden gyermek így van, tanulnék, vagy ismerkedik tanul a néptánccal. A többség, így van, de még ennek ellenére Oroszné Rita még táncszakkört is tart, és oda is jelentkeztek, úgyhogy szeretik a gyerekek. Jól érzik magukat a táncórákon, és nagy lelkesedéssel készülnek a gálára, hiszen ugye igazából ez a bemutatkozási lehetőség a szülők, nagyszülők felé. Hát kíváncsian várjuk majd ezt a rendezvényt, igen, és ajánljuk minél több. Bízunk benne, hogy nagy lesz az érdeklődés, és jól fog sikerülni, mint az eddigiek. Nézzük tovább.
Hát idáig tartanak a konkrét jövő heti rendezvények, ami konkrétan ugye Györfi születésnapjához közel rendezünk, és két márciusi rendezvényről szeretnék szólni. Március 1-én zajlik az alsós és felsős farsang. Ez mind a kettő a sportcsarnokban lesz. Az alsós az 2 órától, de ez már tavaly is így volt, és a felsős 4 órától kerül megrendezésre. Ezt is nagyon várják a gyerekek. Hát aki igazán szép jármezeket szeretne látni, az az alsó tagozatéra menjen, mert ott még borzasztó nagy a lelkesedés. Ezt akartam kérdezni, hogy a felsősök beöltöznek-e még, vagy ők már inkább csak a szórakozás miatt kevésbé öltöznek, azt mondhatom, hogy inkább ilyen csoportos produkciók, tánc, valami kis jelenet, illetve hát itt mutathatják be ugye először a táncukat a 8-osok, ami később a Györfi bálon is bemutatásra kerül, meg hát utána a diszkó, ugye ennek már itt van nagy szerepe, úgyhogy ez március 1-én lesz. És egy héttel később szombaton, március 9-én lesz az alapítványi bál, ami ugye már jó néhány éve, 15 éve kerül megrendezésre, és én úgy gondolom, hogy sikerrel és népszerűségnek örvend, és azt is gondolom, hogy ennek egyik oka a műsor, aminek hát én is egyen nem voltam, a többinek részese vagyok. A felnőttek, hát az a lényeg, aki esetleg nem volt még, a bál előtt mindig van lent a moziteremben egy nagy sikerű műsor, ahol a pedagógusok, illetve a szülők mindig előadnak egy meglepetés műsort. Így van, a gyerekekkel együtt, mert aki látta, ugye mindig be vannak vonva táncba a gyerekek, illetve a 8-osok tánca is ott kerül napirendre. Az idén mivel készülnek? Hát annyit árulhatok el, hogy a régmúltban nyúl vissza a téma, de bízunk benne és ígérjük, hogy ugyanolyan szórakoztató lesz, legalábbis igyekszünk, hogy olyan szórakoztató legyen, mint az eddigiek. Már nagyon nagy a készülődés, igazából január első hétvégétől kezdve mindig zajlanak a próbák, úgyhogy sok munka van ebbe, de annyira jó ez a közösség, a Györfi Színtársulat, mert így neveztük el magunkat, hogy a szülők többségének már van olyan, akinek érettségizik a gyereke, tehát messze ezt nem azért... Ezt akartam kérdezni, hogy vannak ugye visszajáró szülők. Igen. Hát nem igen. Az, hogy volt szülők, hanem volt Györfi szülők, így lehet mondani. Így van, és megragadtak a társaság, meg a műsor kedvé, sok rejtett tehetség kerül elő, aki ugye kiderül, hogy milyen ügyes a színjátszásba, és nagyon jó hangulatúak úgy a próbák, mint az előadás. Én úgy gondolom, hogy ezt sem szabad abba hagyni. Annyit azért hozzátennék, hogy mi emellett is össze-össze jövünk, mikor a bál lemegy, közösen megnézzük a produkciót, amin legalább olyan jól, igen, szórakozunk és értékeljük. Az előzetes már ősszel indul, ugye ötletelés, ahogy mondják a főszervezők. Ki szokott lenni az ötletgazda? Hát egy olyan 3-4 fős stáb, akik összejönnek. Vannak ötletek, tehát adnak ötletet, de a megvalósításhoz ugye Szakály Némese, aztán Kis Lajos, Zsembeli Józsi, meg Posztós Gábor, akik már igazából ősztől kezdve rakják össze a jelenetet. Gábor az, aki a szövegeket többnyire megalkotja, és aztán úgy mindenki ad hozzá egy kicsit. És így áll össze a műsor. Én bízom benne, hogy amilyen jól mi szórakozunk, olyan jól fog szórakozni a közönség is. Kíváncsiak vagyunk erre is nagyon. A bállal kapcsolatban megvan-e már a létszám, vagy esetleg még lehet jelentkezni? Lehet még jelentkezni a bárra, és szeretnénk, ha minél többen eljönnének. A létszám az mindig a legvégén alakul ki, tehát gondolom, hogy sokan akkorra döntik el, hogy jönnek, vagy hány fővel jönnek, tehát igazából az előző héten lehet véglegeset mondani. Jó hangulatú, roppant jó társaság szokott lenni, és én bízom benne, hogy most is teltház lesz, és jól érzi magát, aki eljön a Györfi Alapítványi Bárra. A Györfi Napok rendezvénysorozat alatt van-e tanítás az intézményben, vagy esetleg van egy kis kedvezmény a diákoknak? Nem, sajnos nincs kedvezmény, van tanítás. Hát ennek az az oka, ugye, hogy így is elég sok hétvégén pótoltuk a kieső napokat, tehát hogyha itt nem kellene jönni, akkor azokat nekünk pótolni kellene, úgyhogy megoldjuk délután, illetve mondjuk az angol versenynél rövidített órákkal, mert azért főleg a vidékiek hamar érkeznek, és rendbe kell tenni az iskolát. Tehát nincs szabad nap, de azért ilyen pici kedvezmények vannak, hogy esetleg hamarabb haza tud menni a gyerek. Hol tart most a szervezés? Kik vesznek benne részt? Hát a szervezésnek már nagyon a végén kell, hogy tartson, úgyhogy éppen a hét elején ültünk le egy utolsó megbeszélésre. A Néptáncgálának a főszervezője Oroszné Millinkofer Rita, és ugye át bevonja az segítőket, ő személyesen megbeszéli. Az angolosoknál mindenki be van vonva, sőt mi is segítünk majd a dekorálásban, meg a vendégek fogadásában.
és az olvasóról nem tudok szólni, annyit tudnék még mondani, hogy Borsosné Judit, aki a munkaközösség vezető épp tegnap kért fel bennünket, mert mi a felsősök szoktunk zsűrizni. Én mindig örömmel megyek zsűrizni, mert látom, hogy mi várható az elkövetkezendő időkben, és el is szoktam mondani, ugye, hogy felsőben van a Szép Magyar Beszéd verseny, és hogy ott bizony arra kell figyelni, ami máig is a legnagyobb gond, hogy hibátlanul olvasni. Tehát a jól olvasók is rutinból olvasnak, és hát bakik vannak benne, de mindig biztatom őket, hogy sok ügyes van, és bízok benne, hogy esetleg majd a mostani időkben is tovább jutunk, mert jó néhányszor voltunk a regionális döntőnk is újszálláson. Mit jelent az iskola életébe ez a rendezvény? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mint mindegyik iskolának van egy-egy ilyen rendezvény sorozata, ahol kiáll a szülők és érdeklődők elé, és bemutatja az intézményben folyó munkát. Mennyire tudják bevonni a város többi általános iskoláját ebbe a rendezvény sorozatba? Ugye tavaly óta egy speciális helyzet van, 3 iskolát egy központ alá helyeztek, de ezen kívül vannak ugye még iskolák Karcagon. Én azt gondolom, hogy minden iskola lehetőségeihez mérten eljön a rendezvényekre, a versenyekre is. Tudom azt mondani, hogy tavaly is azért az Arany János iskolából is volt, ha nem is minden évfolyamról 2, de egy-egy gyereket hoztak, aztán a Marista iskolából is. Tehát minden iskola próbálja képviseltetni magát, és azért mindenütt vannak. Ha nem is első lesz a gyerek, de jól szereplő gyerekek. Én úgy gondolom, hogy a megmérettetés meg a sikerélményre mindenkinek szüksége van. Hogyan díjazzák a gyermekeket a versenyek során? Én azt gondolom, hogy minden versenyen igyekszünk az elsőknek, első 3-nak könyvjutalmat adni, illetve okleveleket így próbáljuk jutalmazni, hát a könyvekkel, itt is ösztönözzük őket az olvasásra. Mi a kedvenc a diákok vonatkozásában, illetve a pedagógusok körében? Hát a diákok vonatkozásában egyértelmű, hogy a farsang. Végre egy nagy közös buli. Azt nagyon szeretik. A néptáncgála, ugye, ahol, aminek részesei lehetnek, aki kevésbé szereplős is, azért csoporttal szívesen felmegy a színpadra, és együtt táncolnak. A pedagógusok részéről úgy gondolom, hogy változó, minden programon próbálunk részt venni. Itt is a népszerűbbek, ugye ezek a nagyobb rendezvények, a néptáncgála, ahol mindenki ott van, és a munkája mellett, ahol be van osztva, szívesen nézi a táncosokat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és sikeres jövő hetet. Köszönöm a meghívást, és bízunk benne, hogy sikeres lesz, és mindent meg tudunk megfelelően valósítani. Köszönöm, hogy itt volt, további jó munkát kívánunk. Én is köszönöm, viszont.